Ungár Péter képviselő úr, az LMP képviselőcsoportja részéről szintén napirend utáni felszállása jelentkezett, a Nyugat királynője 9. címmel. Ön a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Nagyon fontos tájékoztatni arról az országgyűlést, hogy miután lezárult a fideszes roncskasting Szombathelyen, és megnevezték a polgármester jelöltjüket, a főjegyzőt, tovább folyik az élet. Balázsi Péter megyei főjegyző már a kezdetével megmutatta, hogy mennyire veszi komolyan a megmérettetést, hiszen nem hajlandó lemondani a megyei főjegyzői pozíciójáról, annak ellenére, hogy több felszorítást is kapott, hogy ezt tegye meg. Hogy ez miért probléma, azt szerintem azzal elég illusztrálni, hogy megyei főjegyzőként ő a választási bizottság elnöke is egyben. Tehát elvileg neki kéne annak a választásnak a tisztaságáért felelni, amin ő, mint fideszes jelölt elindul. Ennek ellenére Balázsi Péter megtartotta magának ezt a pozíciót, úgy, hogy ez mutatja, hogy részben nem bízik a saját sikerében, és mutatja azt is, hogy mennyire nem hisz az intézmények függetlenségében. Balázsi Péter, aki párton kívülinek és függetlennek nevez a fideszes propagandamédia, amúgy 2014-ben már a fideszes kompenzációs lista 17. helyén volt, ennyire független ő, illetve Öccse Péter, a szombathelyi Fidelitas, ez Szombathelyen egy nagyon fontos és jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkező szervezetnek az elnöke. Az a helyzet ugyanakkor, hogy Balázsi Péter már az első nyilatkozatában a Magyar Nemzetnek egy olyan nyilatkozatot tett, ami mutatja, hogy mennyire van összhangban az ő politikája a korábbiakkal, és mekkora káosz a szombathelyi roncsobb oldalon. Azt mondta Balázsi Péter, Szombathelyen az elmúlt években számtalan nagy beruházást hajtottak végre, melyek mértéke megközelíti a 100 milliárd forintot, ugyanakkor azt érzékelem, hogy a nagy fejlesztések mellett az embereket foglalkoztató apró dolgokra kevesebb figyelem jutott. Mondta ezt annak a politikai közösségnek a polgármester jelöltje, akik adták a városvezetést és a többséget egészen a rabszolga törvényben történő hendei tragikomédiaig. Az a helyzet, hogy arról a többségről beszél, aminek ő a polgármester jelöltje. Az, hogyha az embereket foglalkoztató dolgokra kevesebb figyelem és forrás jut, az Hende Csaba, Puskás Tivadar, Lendvai, illetve az összes fideszes képviselőnek a felelőssége, azoknak az embereknek a felelőssége, amelyik csapatot ő vezetni kívánja a következő testületbe. Ráadásul azt is el kell mondani, hogy amióta Nemény András vezetésével az EN Szombathely átvette a testületi többséget, az útfelújításokra és a járdákra már jelentős források jutnak. Ennek minden szombathelyi ember látja a pozitív hatásait, és ennek ellenére van az, hogy nem beismerve, hogy az ellenzéknek milyen jó ötletei voltak, és az EN Szombathely mennyire alkalmas a város vezetésére, Balázsi Péter össze-vissza beszél. De tovább folytatnám, az is sok mindent elmond, hogy míg az EN Szombathely jelöltjei már megkezdték a kampányt, és beszélnek már a szombathelyi emberekkel arról, mit szeretnének a következő önkormányzatba, addig a Fidesz a mai napig nem tudta megnevezni az egyéni képviselő jelöltjeit. Nem csoda ez, hiszen több olyan ember van, akit leváltottak belül, több olyan ember van, aki Amerikában botrányba keveredett, amikor egy hivatalos látogatáson volt, illetve voltak olyan emberek, akik bár polgármester jelöltnek el akartak indulni, a Fidesz még lehet, hogy egyéni képviselő jelöltnek sem tartja őket alkalmasnak. Az a helyzet, hogy azok a milliárdos beruházások helyett inkább arról kéne Balázsi Péternek beszélnie, hogy mi a viszonya ahhoz a politikai jobboldalhoz, ami például a szombathelyi orvosi ügyeletnek az elvételével fenyegette a várost, akkor, amikor valami nem úgy történt, ahogy ők akarják. Mi a viszonya arról a szombathelyi jobboldalhoz, ami a város nevét bitorolva a polgári oldalt megszégyenítő módon kommunikál az állampolgárokkal, ezt amúgy Balázsi Péter pártása, Kocka Tibor jelenleg regnáló alpolgármester is kimondta. Az a helyzet, hogy Balázsi Péter nem beszél a kényes ügyekről, nem beszél a Haladás stadionról, illetve Homlok Zsoltnak a térnyeréséről, nem beszél arról, hogy mi történik a romkertbe, Balázsi Péter csak díszeleg, egy politikai paravánként működik, amiben Hende Csabának a tragikomédiáját rejtik el. Balázsi Péter Hende Csabának a kesztyűbába, nem más.
egy szép mosolyú kesztyűben, aki arra szolgál, hogy elhitesse a szombathelyi emberekkel, hogy a Fidesz nem is olyan, mint amilyen valójában. Én ugyanakkor bízok abban, hogy októberben a szombathelyi emberek ezen át fognak látni, Nemény Andrást és az Éjjel Szombathelyet választják, és végre Szombathely méltó régi nagy híréhez rendben lesz, és végre Nemény András lesz újra az a polgármester, aki visszaadja a városnak a régi becsületét. Köszönöm szépen!